Önök a Pápavárosi Televízió híradóját látják csütörtökön, köszöntöm nézőinket. Ahogy arra korábban már felhívtuk a figyelmet, ma reggel 7 órától lezárták a főutcát, ahol amellett, hogy gépjárművel nem lehetett áthajtani és a parkolás is tilos volt, egy szakaszon a gyalogos forgalmat is korlátozták. A délelőtt folyamán egy pápán ritkán látott vendég, a katasztrófavédelem 50 tonnás daruja is megérkezett a helyszínre, nem kis feltűnést keltve a belvárosban. Egy országos szinten is egyedülálló, 1972-es Tesla márkájú légvédelmi sziréna. Pontosabban annak leszerelése volt az oka a mai forgalmi rendváltozásnak a főutcán. A légvédelmi sziréna tartószerkezete az elmúlt évtizedek alatt oly mértékben előregedett, hogy már a baleset veszélyessé vált, így elkerülhetetlen volt a berendezés eltávolítása. A sziréna leszerelését a pápai katasztrófavédelmi kirendeltség végezte egy 50 tonnás daru segítségével, ami 9 óra körül a március 15-e tér irányából érkezett a helyszínre. A katasztrófavédelem munkatársai közel 3 órás munkával szerelték le a szirénát, majd a szakemberek megkezdték a tetőszerkezet helyreállítását. 7 városi beruházás van folyamatban jelenleg, ezek között saját finanszírozású és pályázati támogatásból megvalósuló projektek is szerepelnek. A Kossuth utca rekonstrukciójának második ütemében a közműcseréket végzik a szakemberek. A munkálatok most a Kossuth utca, Deák Ferenc utca, Major utca csomópontjában zajlanak. A Celi úti járda felújítása a befejezéséhez közeledik, a közel 800 méteres szakasz több pontján is térkövezik az új járófelületet. A Várkerti híd építése a mederburkolás után a faszerkezet építésével folytatódik hamarosan. A topos projektek közül az Adi-Tapolca sétány csapadékvízrendszerének kiépítése ütemterv szerint halad, a Petőfi ház felújítását célzó beruházás pedig a kivitelező kiválasztásánál tart. A Pápai Vízmű ZRT Dózsa utcai beruházása is a végéhez közelít, a Pálos téren és a Csáki utcában pedig a közelmúltban kezdték meg a vízi közműcserét. Elkanem Bálint Emota újra forgatta a Hideg szél című nagy sikerű dalának klipjét. Persze nem azért, mert az első verzió nem sikerült jól, hanem mert felkérést kapott a Baranya megyei rendőrfőkapitányságtól, hogy legyen részese a baleset megelőzési kampányuknak. Ahogy mindenki hazaérjen kampány, a Baranya megyei baleset megelőzési bizottsággal együttműködve fut. Ekanem Bálint Emota nem unatkozik, számos feladata van. A Madácsban és a Pannonvár Színházban is játszik, és a szóló karrier is jól megy, mondta. Ebben a projektben a Hideg szél című dala hozta meg számára az átütő sikert. Bálint a dallal kapcsolatban elmondta, hogy a balesetekben elveszített barátok, ismerősök emlékére született. Szerette volna a gyorshajtás veszélyeire felhívni a figyelmet. Tudom, hogy ez a felgyorsult világban ez jellemző az emberekre, de szerintem nagyon értelmetlen dolog az, hogy ha valakit elveszítünk az utakon, mert ez szerintem teljesen elkerülhető. A Hideg szél megtetszett a Baranya megyei rendőrfőkapitányság vezetőjének is, így érkezett a felkérés, hogy Ekanem Bálint Emota legyen részese a baleset megelőzési kampányuknak. Újra forgatták a klipet olyan elemekkel, amik már az első változat elkészítésénél is eszébe jutottak a pápai énekesnek, hogy legyen mentő, tűzoltó és rendőr is a videóklipben. Nagyon sokan amúgy mondták erre a klipre, hogy azért durva, és hát igen, ez durva, de ez a valóság, szóval, hogy a valóságban is ilyen durva, és szerintem ezt is meg kell mutatni az embereknek. A baleset megelőzési kampány részeként elkészült klip már látható az egyik legnagyobb videó megosztó oldalon. Ekanem Bálint Emota részletesen mesélt a felkérésről is, és arról is, hogy milyen sofőr, valamint kitért arra, hogy belefér-e az egyetem a zsúfolt naptárába. Mindezekről pénteki adásunkban láthatnak egy összeállítást. Immár 10. alkalommal szervezték meg a székesfehérvári Pál István országos amatőr színjátszó találkozót. A rendezvény célja, hogy bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítson a nem hivatásos színjátszó csoportoknak, együtteseknek, az ország egész területéről és a határon túlról is. A megmérettetésre az SK Társulat Junior is nevezte a Hátsó Traktus című előadását, melyet Anne Frank naplója alapján rendezett Szabó Szilárd. A szakmai zsűri döntése értelmében a fesztivál legígéretesebb kezdő előadójának járó külön díjat a pápai főszereplő Reményi Réka vehette át.
A tapolcafői kertbarát kör tagjai közül egyre többen fordulnak a biogazdálkodás felé. Horváth Endre, a kör egyik alapító tagja úgy döntött, hogy a krumpli termesztésben próbálja meg kiiktatni a vegyszereket. Ennek köszönhetően gyönyörű és egészséges burgonyát takaríthatott be a konyhakertben. A vegyszermentes gazdálkodást nem könnyű megvalósítani, sok munkát és odafigyelést kíván, s persze elhatározást. Elszántam, hogy ebbá pár metszer nem lesz ebbá krumpiba. S egy gyomírtót nem használtunk. Mondta Horváth Endre. A rezes permetezés a gombás és baktériumos megbetegedések egész sora ellen hatékony és megengedett az ökológiai gazdálkodásban. Ezt Endre bácsi is használta. A rezet kapott az első krumpi, már az kell a levelének, már ha például sok eső van, akkor megbetegszik a levele. Már ugye azon múlik minden, minél nagyobb a korona, annál nagyobb krumpit termel. A jól ismert csíkos hátú bogár a burgonya legnagyobb ellensége, de Horváth Endre megküzdött velük. Amikor elkezdődött, előjöttek a bogarak tavasszal, akkor minden áldott nap vagy reggel, vagy este összeszedtem a bogarakat. Így aztán egészséges volt a növény. Endre bácsi és Ili néni kétszer is ültetett burgonyát az idén. Először márciusban, azt nyár elején felszedték, aztán következett a második ütem. Július 17-én nevám napján, akkor ültettem el a másodikat. A horváth házaspár nagyon szép krumplit tudott betakarítani a második ültetésből is. Én magam is meg voltam lepve, amikor elkezdtük szenni ezt a második krumplit, már rá se gondoltam, hogy ilyen nagyok tudnak lenni. A végül 100 nap volt neki durván. A konyhakertekben mindenképp érdemes próbálkozni a vegyszerek kiváltásával, hisz így egészségesebb lesz a táplálékunk, s mi magunk is. Az előrejelzések szerint holnap már jön az eső. Nézzük a részleteket. Az MH Pápa bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint pénteken egész nap borult lesz az ég. Nyugat felől csapadékzóna érkezik, így már a délelőtti óráktól előfordulhat gyenge eső, zápor, késő délutántól pedig éjfélig nagyobb intenzitású és mennyiségű csapadék is várható. Napközben a délkeleti szél megélénkül, időnként megerősödik, az esti órákban aztán a szél északnyugatira fordul és megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 15 fok között alakul, késő este pedig 8-10 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója csütörtökön. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!